Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szexárd. www.s+cstudio.hu. Felújítás. Több mint 500 millió forint makovec épületekre. Biztonságos és kényelmes közlekedés. Forgalomszabályozási munkacsoport alakult Tolnán. Fenyőjárat. Szexárdon két alkalommal gyűjtik be a karácsonyfákat. Megemlékezés. 1900 németet deportáltak Bonyhádról a világháború után. A Tolnatej Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Tolna megyében négy olyan épület van, amik Makovec Imre tervei alapján készültek. Egy friss kormányzati döntés értelmében közülük kettő közcélokat szolgáló épületre fordíthatnak 500 millió forintot. A Kakasdon található faluház is ennek felhasználásával vált a kor követelményeinek megfelelő minőségűvé. Már a kakasdiak nagyon vigyázzák, ikonikus épületük a faluház technikai színvonala hagyott kívánnivalót maga után. A település költségvetése nem tette volna lehetővé sem a teljes körű felújítást, sem a korszerűsítést, mondta Selné Simcsik Arsolya polgármester. A település életében is egy mérföldkövet jelent, hiszen ennek az épületnek a modernizációja szükséges volt, maga az állagmegóvás is, hiszen itt rendkívül sok rendezvény zajlik, helyi és közösségi eseményeknek, rendezvényeknek ad otthon, hagyományőrző programoknak, konferenciák megrendezésének, esküvők, bálok megvalósításának. Úgyhogy én azt gondolom, a hosszú távú, illetve jövőbe mutató kihasználás szempontjából nagyon-nagyon sokat köszönhetünk ennek a programnak a megvalósításában, a pályázat megvalósításának. Kakast két ütemben közel 406 millió forintot kapott a korszerűsítésre. Molnár Árpád Tolna megye főépítésze azt mondta, a kormányzat első számú célja Makovec Imre életművének továbbéltetése volt. Tolna megyében négy Makovec épület áll. Kettő vállalkozások tulajdonában van, kettő közcélokat szolgál, illetve vallási célokat. Az egyik a Hotel Dombóvár, Dombóvár központjában, a Szekszárdi Siócsárda, mint tudjuk, azzal is elkezdtek hál' Istennek foglalkozni végre, és a két nagy volumenű a Paksi templom, amelyik 150 millió forintos támogatást kapott december 30-án, és hát a legnagyobbat, majdnem fél milliárd forintot, 406 millió forintot a kakasdi faluház. A makoveci életmű megmentésére már 2013-ban döntés született. 2015 óta teremtődtek meg a források is. A mostani kormányzati döntés 12,5 milliárd forinttal támogatta meg az épületek rekonstrukcióját és korszerűsítési munkáit országosan. Elindult az idei ESIA rendszer. Már minden bevallási információ fent van a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján. Azok, akik maguk készítenék el a bevallásukat, már használhatják a webes kitöltő programot is. A NAV felület akkor is alkalmas a bevallás elkészítésére, ha valaki nem az ügyfélkapun nyújtja be a bevallását. A nyomtatványt ki lehet tölteni az általános nyomtatvány kitöltő programmal, vagy akár papíron is. Akiknek nem kell elektronikus kapcsolatot tartaniuk a NAV-val, továbbra is beküldhetik postán a bevallásukat. A NAV idén is minden adózónak, a magánszemélyeken túl az egyéni vállalkozóknak, mezőgazdasági őstermelőknek és az áfa fizetésre kötelezett magánszemélyeknek is készít adóbevallási tervezetet. Az ESIA bevallási és befizetési határidő egységesen valamennyi adózóra vonatkozóan 2020. május 20-a. Forgalomszabályozási munkacsoport alakult Tolnán. Az önkormányzati képviselőkből, rendőrökből és közlekedési szakértőkből álló munkacsoport feladata, hogy a település valamennyi utcáját végigjárva ajánlást készítsenek arról, hogy milyen módon lehetne a forgalmi rendet úgy módosítani a városban, hogy a lehető legbiztonságosabban és kényelmesebben lehessen közlekedni. A munkacsoport március végéig készít ezzel kapcsolatban ajánlást a közgyűlésnek. Oké, épp terepbejárást tartanak a decemberben alakult forgalomszabályozási munkacsoport tagjai a Tolnai Lehel utcában.
A munkacsoportot a település alpolgármestere vezeti, de a közös munkában részt vesz a körzet önkormányzati képviselője, a rendőrség munkatársai, közlekedési szakértők és autósoktató, valamint az önkormányzat műszaki osztályának szakértői is. Azon gondolattól vezérelve is, hogy hogyan tudjuk az alapcélkitűzésnek megfelelően, hogy minél biztonságosabban, zavartalanabbul, gyorsabban és a műtárgyak műszaki állapotának megóvása mellett a forgalmi rendet áttekinteni, illetve szabályozni, módosítani ott, ahol kell. Munkája pedig bőven van a munkacsoportnak, nem kisebb feladat ugyanis az övék, mint hogy március végéig egy a város egészét érintő a közlekedéssel kapcsolatos ajánlást nyújtsanak be a közgyűlésnek. Decemberben két körzetet sikerült áttekintenünk, mai nap ezeknek a körzeteknek a szakmai anyagának a véglegesítése, megfogalmazása, gyakorlatilag a lezárása volt a délelőtt feladata, illetve a harmadik forgalmi körzetben terepszemlét tartunk, ami után ugye majd újra összeülünk és elképzeléseinket papírra vetjük. A decemberben alakult forgalomszabályozási munkacsoport tagjai tehát a Tolnán kijelölt 6 körzetből 3-at már felmértek. Ezekkel kapcsolatban most a tervezett módosítások kidolgozása zajlik. Márciusig pedig valamennyi körzet esetében megtörténik ugyanez. Akkor pedig a közgyűlés dönt majd arról, hogy hol, milyen módosítások szükségesek ahhoz, hogy a városban igazán kényelmesen és biztonságosan lehessen továbbra is közlekedni. Játékkiadó automatát lopott el egy férfi Szekszárdon egy büfé elől. A gépet nem sokkal később összetörte, és a benne lévő 40 ezer forintot ellopta. A rongáló tolvajt hamar elfogták a rendőrök, mivel több az utcán sétáló helyi is látta, amit művelt. Hamarosan lopásért kell bíróság elé állnia. Fenyőjáratot indít a szolgáltató a Tolnai megyeszékhelyen és szolgáltatási körzetében. Szekszárdon január 13-án és 27-én szállítják el a kidobott fenyőfákat. Azoknak sem kell aggódniuk, akik nem válnak meg karácsonyi díszüktől az év első hónapjában. Azokat a fákat is begyűjti a szolgáltató a többi szeméttel együtt. Csak a Tolnai megyeszékhelyen 4-5 ezer fenyőfát dobunk ki karácsonyt követően. Volt olyan kidobott karácsonyfa, amelyeken szinte az összes tűlevél rajta volt még. Más kiszáradt társaik csupaszon égtelenkedtek a kukák mellett Szekszárdon. A Tolnai megyeszékhely szinte minden részén találni már kidobott fenyőfákat. Január 6-át, vagyis vízkeresztet követően ez nem meglepő, hiszen ilyenkor szokás leszedni a díszeket és megválni a fáktól, mondja Szabó Antal, a szemétszállítást végző Aliszka Terra Kft. Ügyvezető igazgatója. A szolgáltató két alkalommal, január 13-án és 27-én indít úgynevezett fenyőjáratot a városban. A vezető hozzátette, ez a két kifejezetten fenyőfák elszállítására kitűzött időpont nem lesz elég arra, hogy begyűjtsék az összes fát. Nagy valószínűséggel később is helyeznek ki, ezt majd a kommunális járatokkal fogjuk begyűjteni és elszállítani. Fontos tudni, hogy a fenyőfák elégetése környezetszennyező, de nem csak ezért nem ajánlott ezzel fűteni. Alapvetően nagyon jól égnek a tűfélék, tehát kifejezetten jó lenne elégetni, de benne lévő gyanta tartalom miatt kátrányos lesz a tüzelőberendezés belső tere, ami rontja a hatásfokát és tönkre menetelhez vezet. A fenyőfákat aprítás után mi is egy égetőműbe, erre kiképzett speciális égetőműbe égettetjük el. A szolgáltató arra kéri a lakosságot, hogy a kukák környékén helyezzék el a fenyőket, és azokról távolítsák el az üvegdíszeket és a talpat is. A díszek fennhagyása ugyanis balesetveszélyes, és azok eltávolítása többletköltséget okoz a szolgáltatónak. Csak a Tolnai megyeszékhelyen 4-5 ezer karácsonyfát gyűjtenek be januárban. Hatályba lépett az új szakképzési törvény január 1-jével, februárban már az új rendszer szerint működő szakképzésbe jelentkeznek a tanulók. A 2020-21-es tanévtől felmenő rendszerben átalakul a szakképzés intézményi szerkezete. A szakképző intézményeknek két típusa lesz, az 5 éves technikum és a 3 éves szakképzőiskola. A technikus képzés egyesíti a gimnázium és a szakmatanulás előnyeit. Az 5 év elvégzése után a tanulók egyszerre kapják meg az érettségi bizonyítványt és a technikusi oklevelet. Az itt végzettek szakirányú továbbtanulás esetén előnyt élveznek majd a felsőoktatási felvételiknél. Az új szakmastruktúra szerint 174 alapszakma lesz. A szakképzést ösztöndíjakkal is támogatják. Szeptembertől felmenő rendszerben tanulmányi ösztöndíjat kapnak a szakképző intézmények diákjai.
Igazán mozgalmas évet tudhat maga mögött Tolna, már ami a város kulturális életét illeti. Idén visszakerült a város legnagyobb nyári rendezvénye, a Bárka Fesztivál a régi helyére, a felújított Dunapartra, a városnapján pedig minden korábbinál többen vettek részt. De évközben is rengeteg kulturális program várja a település lakóit. Csak a Magházban van, hogy napi 15 rendezvényt tartanak. Erről Vajda Tibor, a Tolnai Kulturális Központ és Könyvtár vezetője beszélt stábunknak. Nyilván egy szekszárdi szürettel, meg egy hatalmas, nagy rendezvényekkel, a színházi programokkal, magával az intézménnyel nem kell nekünk. Nekünk valami teljesen mást kell csinálnunk, ezt kéne megtaláljuk. Emellett, hogy mi ez a teljesen más, be vannak különböző kezdeményezéseink, meg kell tartanunk azokat a hagyományos formulákat, formákat, amik egy művelődési intézményt, egy kulturális intézményt jellemeznek, tehát a színház, a kiállítás, a városi nagy rendezvények, a városi ünnepségek. A németek Málenkéi robotra hurcolásának 75. évfordulójára emlékeztek Bonyhádon a helyi német önkormányzat és a Petőfi Sándor evangélikus gimnázium szervezésében. 1945-ben közel 1900 főt vittek el Bonyhádról kényszermunkára a Szovjetunióba. A trianoni Magyarország területéről pedig összesen 300 ezer ember deportáltak, ebből 90 ezer személyt német származása miatt. Több koszorút is elhelyeztek a bonyhádi Petőfi Sándor evangélikus gimnázium falán található emléktáblánál. 75 éve annak, hogy a középiskola is egy olyan gyűjtőpont volt, ahová németeket hurcoltak, majd innen deportálták tovább őket a Szovjetunióba. A koszorúzás után a bonyhádi művelődési központban folytatódott a rendezvény, ahol Szabó Tibor alpolgármester elmondta, az előzetés és az elhurcolás kifejezéseket ma már szinte mindenki ismeri Magyarországon, de ehhez hosszú út vezetett. Szerinte ez a két szó a magyarországi németség legnagyobb tragédiáját jelzi. Az utódoknak az a feladatuk, hogy ne engedjék feledésbe merülni a történteket, mindig legyenek olyan új generációk, melyek képesek továbbvinni a német kultúrát, a hagyományokat, a német identitástudatot. A bonyhádi német nemzetiségi önkormányzat és a város mindig is nagy gondot fordított arra, hogy fejet hajtson az elődök előtt, és emlékezzen mindazokra, akik sokat szenvedtek Bonyhádon. Őrizni kell azok emlékét, akik küzdöttek. Emlékezni kell az áldozatokra és azokra a borzalmakra, amelyeket elkövettek ellenük. Fejtette ki Bognár Zalán, a Gulág és Gupi Kutatók Nemzetközi Társaságának elnöke. A lágerekre azt jutták ki, hogy a Szovjetunióban a legfőbb érték az ember, ehhez képest ugye az ellenkezője volt igaz, tehát hogy valóban a hazugság folyamatos volt. Ahogy bejöttek, azt ígérték, hogy nem akarják megszállni az országot, nem változtatják meg a társadalmi rendet, szabadon gyakorolhatja mindenki a vallását, de mindez hazugság volt. Hazugság volt a Málenkére volt a kicsi munka, hiszen több éves szovjetunói kényszermunkára vitték őket. Közel 1900 főt vittek el Bonyhádról kényszermunkára a Szovjetunióban. A trianoni Magyarország területéről pedig összesen 300 ezer ember deportáltak, ebből 90 ezer személyt német származás indoka miatt. 37 éve kezdte meg működését a Szekszárdi Német Színház. Locz Katalin igazgatóstábunknak azt mondta, még mindig tart a beágyazódás folyamata a magyar színházi közegbe és a város kulturális életébe egyaránt. Az igazgató kiemelte, továbbra is fontos cél a magas színvonalú nyelvi közeg kialakítása és a színház oktatási feladatainak ellátása. Locz Katalin a fejlődés lehetőségét jelölte meg az idei év feladatának. Hogy tényleg a szekszárdiak legyőzhessék azt a fajta ellenállást, hogy hú, német nyelven nem nézek előadást, egyfajta nyitást. Egyébként jó úton haladunk, én azt érzem. És az, hogy a nemzetközi kapcsolatainkat tovább tudjuk erősíteni, mert ez nekünk is nagyon jó, és hogy mind itt a magyar színházi életben, mind pedig külföldön jelen legyünk. Regionális híreink következnek. Ünnepel Somogy megye. 522 éve adományozták a címer és pecsét használati jogot. Fejlődés, együttműködés, gazdaság. A Baranya megyei közgyűlés elnökével beszélgettünk. Van, ahol még mindig tart a karácsony, ünnepelnek az ortodox keresztények.
Polgárok nélkül nincs haza, települések nélkül nincs megye, megyék nélkül nincs Magyarország. Ezen gondolatok jegyében kezdődött a Somogyi megye hét Kaposváron. A Somogy megyei közgyűlés kitüntető díjakat adományozott. A megyezászló ünnepélyes bevonulásával kezdődött az ünnepi közgyűlés hétfőn a megyeházán. Az eseményen Bíró Norbert, a Somogy megyei közgyűlés elnöke arról beszélt, alig volt példa ilyen hosszú, békés időszakra hazánk történelmében, mint most. Hiszen, hogy hősök nem csupán a háborúban vannak, békeidőben is lehet a haza és polgárai gyarapodásáért küzdeni. Immár hagyományosan a megye hírnevének öregbítéséért több elismerést is átadtak. A legrangosabb Prokomitátus Somogy kitüntetést adományozott a közgyűlés Hajas Bélának, a Marcali Hidas Frigyes Zeneiskola vezetőjének. Ez nagyon komoly inspiráció és eszméletlen erő. Tehát érzem magamban azt, hogy csinálnom kell tovább, hogy össze kell szednem a gondolataimat és azokat az embereket, akik eddig követtek, hogy menjünk együtt tovább. Somogy polgáraiért díjban részesült Gombos Sándor a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Somogy megyei szervezetének nemrégiben visszavonult elnöke is. Én mindig lokálpatrióta voltam, mindig somogyországi, szerettem a megyét, különösen szeretem a szülőhelyemet, ahol lakom is, dolgozom is, úgyhogy ez azért esett különösen jól, mert ezt itthon kaptam. Az itteni munkámért, az itteniektől, ez különösen kedves. Somogy megye sport életének felvirágoztatásáért díjat vehetett át a Siófoki Kézilabda Klub tulajdonosa Fodor János is. Mi nem csak egy klubot akarunk építeni, hanem egy közösséget, és ezt a közösséget szeretnénk elvinni Európában mindenhova. Mindenhova jöjjenek velünk, szurkoljanak nekünk. Remélem, hogy ez csak a kezdete ennek a sportnak, és bízom benne, hogy még sikeresebb leszünk. Az ünnepi közgyűlésen elismerést vehetett még át többek között Ambrus Miklósné, a Somogy megyei Kaposi Móroktatókórház bér- és munkaügyi osztályának vezetője, Ceferner Józsefné, Nagybajon volt polgármestere, Gadányi Pál tótújfalui dudakészítő és Szakály Sándor törökkoppányi származású történész, a Veritas Történetkutató Intézet főigazgatója. Folyamatos fejlesztések, a helyi gazdaság fellendítése, együttműködések kialakítása. Többek között ezek a legfontosabb feladatok, melyeket a Baranya megyei önkormányzatnak kell ellátnia ebben a ciklusban, mondta Őri László. A megyei közgyűlés elnöke beszélt az elmúlt időszakban megvalósult beruházásokról és jövőbeni terveiről. Hogyan értékeli az elmúlt, és miként látja a következő ciklust a Baranya megyei közgyűlés elnöke? Erről beszélgettünk Őri Lászlóval, aki 2019. október 22-e óta tölti be ezt a posztot. A korábbi pécsi alpolgármester szerint jó alapokra építkezhet a megyei önkormányzat. Kiemelte, mintegy 36 milliárd forint értékben közel 180 fejlesztési projekt előkészítése indult el az elmúlt években Baranya megye kisebb és nagyobb településein. Ebből a közel 36 milliárd forintból a több mint 60%-ot, tehát a források jelentős részét, túlnyomó többségét olyan beruházásokra és fejlesztésekre ítélte oda a megye, amelyek kifejezetten a megyei gazdaság élénkítését, a gazdaság fejlesztését szolgálják. Őri László hozzátette, mindezek mellett számos más fejlesztés is zajlott Baranyában, mint például bölcsöde és óvoda felújítás. De még nem ért véget a beruházások sora, emelte ki az elnök. A jövőben továbbra is azon dolgoznak a megyei önkormányzat munkatársai, hogy a rendelkezésre álló forrásokból a lehető legnagyobb mértékben segítsék a helyi gazdaság élénkítését. Mi, akik itt élünk Baranyában, kisebb vagy nagyobb településeken, mindannyian érezzük azt, hogy Baranya megye ma még, hogyha egy kis távolságban ránézünk a megyére, vagy megnézzük a megyének a különböző mutatóit, akkor nem azt az arcát mutatja, amelyet látni szeretnénk. A következő éveknek a feladata, hogy ezen a helyzeten változtassunk. A Baranya megyei közgyűlés elnöke úgy fogalmazott, még messze vagyunk attól, ameddig el szeretnénk jutni, éppen ezért van szükség a jövőben is a kitartó munkára és a partneri kapcsolatok együttműködése kialakítására. Bővül a Magyar Falu program. A meglévő források mellett további 7,5 milliárd forint jut a kis településekre. Emellett elindul a falusi civil alap, melyben helyi civil szervezeteken keresztül támogatja a kormány a magyar falvakat. Lent van két szoba, ahol éppen lakunk jelenleg, és fent a tetőtérben is van még kettő szoba.
nappali, amit szeretnénk befejezni. Egy régi álma válna valóra ennek az Ádándi családnak, ha a tetőteret is beépíthetnék. Nemrégen döntöttek úgy, hogy megigénylik a falusi csokot a bővítéshez. Így a gyermekeknek plusz 2 szoba lenne, ami rendelkezésükre állna, és ezzel így a családi életünk is egyszerűbbé válna. A család a babaváró támogatást is megigényelni, hiszen harmadik gyereket is terveznek, de nem csak ezek a támogatások segítik az Ádándiakat. A Magyar Falu programban több forrásra is lehet pályázni, ezt tette a somogyi település is. Itt régi konvektorok voltak, most új fűtőtesteket sikerült felszerelnünk, amik egyedileg szabályozhatók. Az Ádándi Művelődési Házban a fűtési rendszert korszerűsítették még ősszel. A település 12 millió forintos támogatást nyert. A polgármester azt mondja, korábban nehezen tudták csak megoldani az épület felfűtését. Nagyon régóta vártunk erre a lehetőségre. A kultúrházunkban 30 éves konvektorok voltak, nagyon-nagyon rossz állapotban, a fűtésszámlánk is tetemes volt, és hát nem utolsó sorban megbízhatatlan volt a fűtésünk, és mivel rengeteg programunk van, szakköröktől kezdve a különböző civil egyesületek programjaig, illetve hát a kulturális programokig, ezért nem volt mindegy, hogy milyen fűtés várja az ide látogatókat. A program idén tovább bővül. 2020-ban elindul a falusi civil alap, amelyre az 5000 fő alatti települések civil szervezetei pályázhatnak. Az 5 milliárd forintos támogatást egyebek mellett rendezvények megszervezésére, ingatlan vásárlásra és infrastruktúra fejlesztésre fordíthatják. A Magyar Falu programra összesen 150 milliárd forint jut. Ezen felül több területre is elkülönített a kormány plusz forrásokat, összesen 12,5 milliárd forintot. A cél, hogy megállítsák a kistelepülések elnéptelenedését és növeljék az életminőséget. Hagyományosan vészkereszt idején bontjuk le a karácsonyfákat, és tesszük el a csillogó díszeket a következő ünnepig. Szintén ekkor és a következő 3 napon világszerte több millió ortodox keresztény ünnepli a karácsonyt. A baranyai szerbek a Szent Andronikos és Szent Júnia ortodox templomban gyűltek össze az ünnepi liturgiára, amely a hagyományos badnyak égetéssel zárult. Vecsernyével és tűzgyújtással ünnepelték a karácsonyt, Jézus születését hétfőn, napnyugta után a baranyai szerbek. A szerb ortodoxok ugyanis a Julianus naptár szerint számolják a napokat, így a karácsony náluk 13 nappal később, a Gergely naptár szerinti vízkereszt napján kezdődik. Szenteste a templomban egy kis asztalkára frissen csírázott zöldellő búzát, az élet és a következő év bőtermésének jelképét tették, valamint az asztal körül tölgyfaágak sorakoztak. Ezeknek az ágaknak, azaz a bádnyáknak az elégetése szinte minden ortodox karácsony velejárója, ami a világosság megszületését szimbolizálja. A szentestének a hajnalán szoktak kimenni a férfiak, és egy imádság kíséretében az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében háromszori baltacsapással illik ezt a bádnyákot kivágni, tehát ennek is van egy ilyen szimbolikus jelzése és jelentése. És hát ezt a mai reggelen kivágják, elhozzák a templomba, itt az esti istentisztelet alkalmával megszentelésre kerül, és utána pedig meggyújtjuk, és világosságot gyújtunk ezzel. A szerb ortodoxok további 3 napig ünneplik a karácsonyt. December 25-e Krisztus születésének az ünnepe, mint minden alkalommal, ekkor is egy különleges és az ünnepnek megfelelő liturgiát tartunk délelőtt. A következő napon, 26-án az Istenszülő főünnepe, azt ünnepeljük, hogy az Istenszülő Szűz Mária megszülte Jézust és világra hozta a megváltót, és a karácsony harmadnapján pedig Szent István első diakonus vértanút ünnepeljük. Az ortodox új év a 13 napos különbségnek köszönhetően a Gergely naptár szerinti január 14-én köszönt majd be. Végül mutatjuk újra, hogy miről szólt a híradó. Felújítás. Több mint 500 millió forint Makovec épületekre. Biztonságos és kényelmes közlekedés. Forgalomszabályozási munkacsoport alakult Tolnán. Fenyőjárat. Szekszárdon 2 alkalommal gyűjtik be a karácsonyfákat. Megemlékezés. 1900 németet deportáltak Bonyhádról a világháború után. Csütörtökön reggel kezdődő felhősödés, napközben már erősebben felhős ég lesz jellemző.
Hajnalban pár fokkal fagypont alá csökken a hőmérséklet, míg napközben az évszakos átlagnál pár fokkal magasabb hőmérséklet várható. Csapadék nem valószínű. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk. Viszontlátásra!